Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy újabb barangolásra indulunk Amerikába, mégpedig idejövünk. Inkább arra a részére. Szóval ma kanadai könyvekről lesz szó. Azért mondom többes számba, mert célzottan egy sorozatot kezdtem el olvasni, ami így kanadai szerzős, viszont kanadai szerzőből olvastam már így többet. Vagy kanadai szerzőtől olvastam már többet így életem során, úgyhogy összeszedtem többet, mondjuk azt. Igen, úgyhogy több könyvről fogok most beszélni ebben a mai barangolásban. Egyébként ahhoz képest annyi kanadai szerzőtől nem olvastam. Ami így egész meglepő, már mint tavaly olvastam a 39 kulcs sorozatot, abban volt egy szerző, aki bizonyos részeket írt, ő például kanadai szerző volt, vagy régebben, amikor olvastam ezeket a Pony Klubos könyveket, akkor meg voltak még Pony Klubos könyveim, mielőtt odaadtam őket a könyvtárnak. Abban is volt kanadai szerző, ez az Angela Dorsey, ő kanadai volt. Na de ma három szerzőt hozok kifejezetten erre a videóra, és kezdem azzal, akit kifejezetten emiatt a videó miatt kezdtem el olvasni, ő pedig nem más, mint Victoria Forrester, és tőle olvastam kettő részt a Piper McLeod sorozatból. Az első rész volt A lány, aki tud repülni, a második pedig a The Boy Who Knew Everything. Azért nem mondom a magyar címét, mert a lány, aki tud repülni az egyetlen a sorozatból, ami le lett fordítva magyarra, és ez a KMK-nál jelent meg, viszont nem lett folytatása. És erről a sorozatról már egyébként mostanában beszéltem egész sokat, hogy az az alapkoncepció, hogy vannak gyerekek, akiknek vannak különleges képességei, mint például Piper, aki tud repülni, és az első részben gyakorlatilag arról szól a történet, hogy őt elviszik egy ilyen különleges iskolába, ahol hozzá hasonló gyerekekkel lehet, és akkor itt nem ijeszti meg a társadalom normál tagjait, és itt történnek bizonyos dolgok, és bizonyos titkokra fény derül. Egyébként ez egy teljesen jó ilyen 2000-es évek elejé, mert ilyen 2010, 2008-as talán az első rész. Teljesen jó middle grade, ilyen kis kalandregény, fantasy kalandregény volt. A második része is jó volt, de ott már egészen más irányokba mentünk el, és egészen, hogy is mondjam ezt, tehát hogy voltak olyan dolgok, amik így nem egészen voltak megalapozva, vagy az alapjuk eléggé rezgős volt, és azért nem fogom elolvasni a harmadik részét, mert ahogy nézegettem a Goodreads értékeléseket, az a része, ami engem érdekelne a sztorinak, az nem folytatódik az utolsó lezáró részben, mintha így nem is létezne szinte, és ezért nem szeretnék még egy 8 órás hangos könyvet végighallgatni. Valahol emiatt értem, hogy mert nincsen tovább lefordítva magyarra, mert így ezek alapján azt látom, hogy kicsit a vége így ellaposodott, vagy elbukott, nem tudom. Elvileg valami változás volt, tehát hogy más lett volna az utolsó rész eredetileg, de végül ez lett, ami lett, és nagyon sok ember úgy láttam, hogy csalódott volt ezzel kapcsolatban, úgyhogy én úgy voltam vele, hogy akkor nem fejezem be, hogyha azt az információt nem kapom meg, amire kíváncsi vagyok. Igen, és mivel ez annyira nem volt egy sikeres kanadai barangolásom ezzel a szerzővel, ezért még hoztam kanadai szerzőket, akiket szeretek. Ebből az egyik Rupi Kaur, aki egy ilyen Jolly Joker szerzőm lesz, mert egyrészt most jött ki most, tavaly a legújabb verses kötete. És őt fogom szerintem indiai szerzőnek is hozni, hogyha addig nem találok valakit, aki szintén indiai és érdekel a könyve. Mert hogy Rupi Kaur egyébként indiai szerző, viszont a családja emigrált Kanadába, szóval Kanadában lakik, tehát kanadai szerző is, szóval mind a kettőre igazából jó ilyen szempontból, de ugye angolul ír főként, meg Kanadában lakik, ugye félig kanadai így, és én nagyon-nagyon szeretem Rupi Kaur verseit. Főleg a Tej és méz, ez az abszolút kedvenc verses kötetem tőle, ez meg a Nap és az ő virágai, ez volt egyébként neki az első verses kötete, ez a második, és most jött ki az Otthontest, amit szintén meg szeretnék majd venni, vagy szerezni, nem tudom még milyen nyelven, mert ez a máj, ez az enyém, és így angol legyen, vagy magyar, ez a kérdés. Ez a, nem tudom, hogy ilyen szabad, modern verses forma, amiben ő ír egyébként, tehát ez a fajta. Viszont én alapvetően nem vagyok egy nagy versolvasós ember, és ez van a legközelebb ahhoz, amit én versként úgymond szeretek, mondjuk ezt. Lehet, hogy ez ebben benne van az, hogy engem irodalom órán így meggyűlöltem gyakorlatilag így a verseket, mert én sose éreztem
annyira a dolgokat, vagy sose láttam bele azokat, amiket kellett volna, és mindig csak így ültem, hogy aha, én elhiszem, hogy a tankönyv azt írja, hogy ez itt erről szól, de amúgy nem érdekel soha. Szóval így van egy-két vers, amire azt mondtam, hogy ez amúgy egész így tetszik, de hogy azért szeretem jobban az ilyen verseket, mert ez valahogy jobban be tudom fogadni, és nem az irodalom úr a traumatikus élményei jutnak eszembe róluk. Egyébként Rupika úr ilyen női témákról ír nagyon sokat, verseket főleg, de egyébként nagyon sok témát érintett. Igazán depis voltam mondjuk, mikor a Teljes Mészt olvastam, és szerintem látszik, és nagyon sok mindent bejelöltem benne, de ez nagyon-nagyon jó kötet volt akkor a kis lelki világomnak, és utána elolvastam a Nap és az ő virágait is, és ez annyira például nem... Tehát nem volt rossz, csak nem jött át annyira, mint a Teljes Mész. Tehát ez akkor olyan hangulatban voltam jobban ütött, utána meg már nem voltam abban a hangulatban, és ez nem ütött annyira. Szóval Rupika úr is egy nagyon jó így kanadai szerző, de mint mondtam, szintén indiai is, úgyhogy akár majd azt is mondhatom, csak azóta, hogy elindítottam a barangolás Ázsiában, nem olvastam még tőle, tehát még nem hozom indiai szerzőnek. És az utolsó kanadai szerzőnk nem más, mint L.M. Montgomery, N otthonra talál szerzője. Az N egy annyira kedves történet, hogy az valami hihetetlen. Eredetileg ebből én a Netflix sorozatot láttam, és utána nagyon bele szerettünk Emmával ebbe a történetbe, és nagyon-nagyon jó, tehát a Netflix sorozat nagyon jó, és ezért amúgy is én gyűjtöttem ezeket a Puffin könyveket, szóval ez plusz motiváció volt, hogy megvegyem a Puffin kiadását is, vagy ezt a klasszikus gyerekkönyves kiadását, amit gyűjtök. Nagyon-nagyon jó, nagyon kedves. 18. századi Kanadában járunk, ahol örökbe fogadják ezt a furcsa kislányt. Egy házas pár. Igazából félig meddig tévedésből, mert fiút akartak, aztán ő nem fiú lett, és igen, és ahogy ő beilleszkedik itt a városba, faluba, a környezetbe, erről szól, és róla, Andről. Nagyjából ez az alapszituáció, és tényleg azt kell tudni erről, hogy ő egészen más szemmel látja a világot, mint az átlag emberek, és ettől lesz olyan csodálatos ez a könyv. Ez volt akkor egy ilyen több könyves barangolás Kanadába. Szóval tényleg az van, hogy kanadai szerzőbe könnyebben belefut az ember így alapesetben, de mégse annyira könnyen. Tehát, hogy azt gondoltam egyébként tényleg, hogy sokkal többet olvasok kanadai szerzőtől, de nem, úgyhogy erre is lehet ezek után figyelni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát következő alkalommal!